ismét itt vagyunk. Ismét meg kell említeni, hogy Fűzesabony után, a találkozó után kaptunk 2 darab csomagot. Érdekes, ugye? Az a dolog, egy időben érkezett, de 2 különböző feladótól. Nézzük meg, hogy mit is kaptunk. Konyhai gép? Konyhai gép, igen, robotgép. Akkor ez a tiéd lesz. Okay. Te tudsz főzni, nem? Én tudok. Én nem. No, hát ezt Karlik Attilától kaptuk, és Pál Krisztinától. Ugye ez én címemre érkezett, itt már cenzúráztuk a címeket. Igen. A másik csomagot pedig Barnonszky Csabitól kaptuk, szintén az én címemre. Tehát 2 különböző csomag. Csomagocska. Én megmondom őszintén, sejtem, hogy milyen jellegű ajándék van benne. Hát, vélhetően ajándék, mert fizetni nem kellett érte. Tehát hát akkor az. Mondjuk így. Hát valami fűrészre kapcsolatot. Bontsuk ki először ezt. Jó? Ki bontsa? Gyere, bonts. Mondom, ami velünk kapcsolatos olyasmi lehet. Hát robotgép, az tényleg vele kapcsolatos. Fűrészmániával kapcsolatos. Hogy valami ilyesmit tudok gondolni. Nem baj, itt is elvágom vagy? Nem. Igen, nyekerek. Ott lehet talicska van be. Csak nem. Várjál, csak. Aha. Én már látom. Na. Tadám! Hát igen, gondoltam, hogy valami ilyesmi. Én is valami ilyesmire gondoltam, de a meglepetés ebbe az, hasonló, hogy várj, kaptunk hozzá valami leírás. Igen. Nem tudom, hogy ez publikus lehet, de gondolom az. Ha nem, akkor kivágjuk. Gyere. Tartod? Uh-huh. Na várj. Azt mondja, hogy sziasztok, Fűrészmánia! Balázs és Attila, szeretnék ezzel a géppel hozzájárulni az oleomag gyűjteményetekhez. Sokan nem tudják, hogy milyen gép is a Blitz, és egy-egy bemutató alkalmával a veterán oleók között ezt is bemutathatjátok, ha gondoljátok. Szeretnék megköszönni nektek, hogy a második láncfűrészes találkozóra eljöttetek, és azt az ajándékot, amit tőletek kaptunk. Krisztina és Attila, fűrészlak. Hát mi is nagyon szépen köszönjük. Hát ha már így van, mert ugye látod, ők is leírják, hogy nem mindenki tudja, hogy mi ez a Blitz. Ugye én annyit elárulok, hogy az oleomag az nem egy új márka, 1972 óta gyárt láncfűrészeket, és különböző piacokon, különböző néven is árulták, tehát azt tudjuk, hogy az amerikai piacon, az észak-amerikai piacon Olympic néven is ment. Ugye jelenleg most úgy van, tehát azt említsük meg, most úgy van, hogy Oleomag és FCO néven mennek ezek a termékek. Ebben az időben voltak ilyen jellegű nevek is, hogy Blitz, meg még egyébként volt valami más is, volt Spartacus néven is. Igen. Egyébként. Tehát valahol egy amerikai fórumon... Mennyire tudjuk rakni mellé, tehát... Igen. Tehát mutassuk meg, hogy a 254-es... Vagy ugyanaz a köpcent is. Igen, ennél kicsit döhömebb a kipafogó, kicsit duszlibb, de gyakorlatilag ugyanaz a két gép. Hát ugye szóval az van, hogy akkor ez valamilyen piacra készült gép. Én úgy tudom, vagy én nekem az az eddigi tapasztalatom, tehát mindenféle mély kutatás nélkül, tehát nem mentem annyira utána a dolgoknak, de én Dél-Amerikában láttam ezt jobban elterjedve, ezt a Blitz néven. Uh-huh. Talán azért is, most lehet, hogy ez hülyeség, de azt tudom, konkrétan tudom, hogy Argentinában nagyon-nagyon szeretik a német ajkú dolgokat, és a német vonatkoztatású dolgokat. Azért. Hát ugye ezt tudjuk, hogy háborús menekültek azok oda vagy a háborús bűnösök oda menekültek, uh-huh. oda is, de most ez teljesen lényegtelen. Tehát itt van egy Blitz, ami valójában egy oleomag. Én azt akarom megkeresni rajta, hogy hol van a Made in Italy felirat, hogyha már itt van. Szerintem a másik felé. Hát ebben ott van a szivató fölött. Szivató fölött, akkor ezt visszategem. Ezt fel fogjuk szerszámozni majd azért ezt a gépet, jó? És csak ennek nincs röntgtámasz, erre majd egy röntgtámasz. Nekem sincs röntgtámasz, olyan már az utyányban. Na. Hát ezen nem ott van. Itt van az oleon. Akkor nem tudom. Én tudod, hol láttam rajta? Már vegyük le mégiscsak ezt a deknit. Én úgy emlékszem, hogy itt volt alatt a Made in Italy. Lehet, hogy csak nekem rémlik, hogy fene tudja, de rajta kell, hogy legyen a Made in Italy. Nem tudom, hogy kérdezik. Én se. Így szoros. Majd ez kap majd gyári csavarokat, mert ezek csak sima anyák. Full fémházas korabeli gép. Nagyon-nagyon-nagyon minimális rezgéscsillapítás, szinte nulla, sőt szerintem lehet, hogy ez rezgéscsillapítás nélküli gép, belső kuplunggal, tehát külső csillagkerékbetéttel, és ezen sem látom a Made in Italy feliratot. Kuplungó valami van. Na várjál, kuplungó van valami? Csak számom. Igen. Különböző nyelveken van, hogy 10 óránként ki kell fújatni. Hát akkor erre nem írták rá, hogy Made in Italy. Na jó, de mi tudjuk, hogy olasz, igaz? Persze. Az a lényeg. Ott van a példa. Ott van a lényeg. Na jó, ez egy ilyen kis gép.
Szerintem egy filmben erre szentelünk, hogy ezekkel vágni fogunk, jó? Oké? Mert ezek működnek, csak ott a füzesabónyi bemutatónál azért nem tudtuk, csak ki akartuk próbálni, csak azért nem tudtuk, annyira bot élő lánc volt rajta, tehát annyira hulla lánc volt rajta, hogy nem volt érdemes vele szenvedtetni a gépet. De egyébként azt nézem, hogy ez a piros-fehér kinézethez milyen jól fog kinézni egy fekete ezüst Oregon Versa Cut, vagy egy Speed Cut. Hogyha ez 325-ös, akkor ez egy Speed Cut. Na jó. De a 38-os. Köszönjük szépen a fűrészlaknak. Köszönjük. Karlikéknak. Nagyon szépen köszönjük. Szevasztok. Rendes tőletek, úgyhogy szevasztok. Megyünk tovább a következő csomaggal. A következő csomagtól. Következő Csaba csomagtól. Gyere, ezt meg kibontom én. Oké. Gyere. Lássuk. Adj egy kést. Ez úgy be van csomagolva szerintem, mint a vákumfólia is rajta lenne szinte. Nem tudom, hogy álljak nekik, ki kell tapni. Vigyázott a gépre, nehogy valami sérüljön. Itt talán itt valami lesz. Ez nem egy szokványos doboz, mert itt nem látom a sarkait. Mondja, a felkóbicska azért jól visz. Igen. Aha. Uh-huh. Igen. Oda néz. Hát igen, ez is egy ismerős gép. Ez egy korabeli oleomak. Kaptunk itt is egy levelet. Tessék. Szia Balázs és Attila, fogadjátok csekély ajándékom az újak mellé egy régebbi kis oleó makot, remélem használt veszitek, akár polcosként is, így nálatok a legjobb helyen lesz. Üsz Barnoszki, Csaba és Lacika. Na. Na, köszönjük. Köszönjük szépen. Elraktad a másik levelet? Igen. Hát nézzük. Ha már ilyen láncfűrészes, na, olyan milyen szép tiszta, ragyog, egyébként ragyog. Nem tudom, hogy ki mennyire van otthon ebbe a régi oleomak témákba, de sokak számára ismerős lehet. Ha a Katica bácsinak ezt odaadnám a kezébe, azt mondaná, hogy ilyen volt neki az legeslegelső láncfűrésze. Katica bácsinak. Hát ilyen a sors, hogy ő oleóval kezdett. Ez egy full fém, teljesen korrekt kialakítású, mondhatni ilyen farmer fűrész, nem? Gondolom, mai napig jól megy. Biztos vagyok benne, ezt is megpróbáljuk felszerszámozni. Tehát nézd meg, még ez is fém. Uh-huh. Ezen biztos, hogy talál Made in Italy feliratot. Nem is kopott neki a betétje annyira. Lehet, hogy nem olyan sokat használta. Ugye, azt sejteti a 240, itt van, onnan néz, büszkén. Na látod, ezen büszkén ordít, hogy Made in Italy. Ez a 244-ből én azt gondolom, hogy 44 köbcenti környékén lehet a gép. Kis daráló, és láncfékes. Jó masszív, mint a mai olajokon, ami van. Jó masszív kis gép. Hát ezt is be kell üzemelni, ez egy csodaszép kis darab. Úgyhogy... Figyelj, akkor egy filmet ennek fogunk szentelni, hogy ezzel a két ajándék olasszal fogunk vágásokat produkálni. Akkor is, hogyha a legtöbb nézőnek már töke ki van avval, hogy oleókat mutatunk be, hát ezeket muszáj bemutatni. Történelmi gépek. Persze. Gyerekek, történelmi gépek. Lehet, hogy évszám is van rajta, de nem találok rajta. De látod, ezen már van némi rezgéscsillapítás, mert már gumiágyazású a markolat. Na jó, akkor Csabi, köszönjük szépen neked is. Meg fogjuk becsülni ezt a gépet, az biztos. Tehát bemutatóink során, ahogy járjuk az országot, az oleomakot bemutatni, akkor az ilyen gépek mellett is, mint például ez, simán helyet foglal egy ilyen olasz csoda is. Egyébként ez a régi narancssárga nekem jobban tetszett. Csak talán túl útkornás volt, aztán lehet, hogy azért változtattak rá. Na jó, akkor köszönjük el. Már fordítsuk el a kamerát. Elfordítom. Akkor... Köszönjük szépen minden kedves kis ajándékot, nagyon jól esik, és tényleg biztos lehettek benne, hogy nálunk a legjobb helyen lesznek, mert a régi, tehát az oleomok történelmét mi szívügyünknek érezzük, hogy egy-két modellt be tudjunk mutatni, sőt, hogyha ilyeneket fellelünk, akkor azért ezekre büszkék vagyunk, hogy tényleg az oleónak is voltak történelmi jelentőségű gépei. Na jó, akkor szevasztok, köszönjük szépen még egyszer. Köszi.